Köszöntöm kedves nézőinket! Itt állunk Zircen, a volt TS iroda előtt, ahol egy demonstráció készülődik, egy tüntetés. A főszervezővel beszélgettünk arról, hogy mi történik, miért tüntetnek, mi ennek az oka. 31 éve dolgozunk a Bokony cégcsoportnak, előtte szövetkezeti formában, 94 óta KFT formában, de 31 éve van a kapcsolat és folyamatosan dolgozunk nekik. Eddig minden rendben volt, akkor most hogy romlott el, és mikor romlott el ez a... Hát el nem romlott, a 2014-es és a 2015-es év munkáinak az anyag és munkadíj árát, épületek felújítása, karbantartása, Bakony cégcsoport különböző területein, Olaszfaluba, Akliba, Óbányán, Porván, Borzaváron, Zircen végzett munkáink nincsen kifizetve, amiután az áfa fizetési kötelezettségünk teljesítve van, ennek ellenére nem fizették ki. Sőt, még ebben van biztosítós munkavégzés, amit a biztosító felé teljesített, ha fölvették utána a biztosítási díjakat, azt se fizették ki. Mi lehet ennek az oka? Valami hely, a helyi vezetés romlott el így, vagy valami változás történt a cégnél? A helyi vezetés tudomásom szerint nem romlott el. Tavaly nyáron, nyár végén, ősszel megjelent egy úgynevezett befektetői csoport, akik próbálnak itt a cégbe tulajdonjogot, vagy már szereztek is, nem tudom, nincs információm róla. Azt tudom, hogy nem igazolták magukat, és nem akarnak fizetni. Többször tárgyaltunk, nem akarnak fizetni. Mindenben a KK-n is a csomót keresik. Akkor mi lesz ez után? Hogyan tovább? Azon kívül, hogy itt most demonstrálnak. Hát ez még csak a kezdetek kezdete. Ez el fog indulni jövő hét hétfőtől, megkeressük az összes hatóságot, felszámolási eljárás, végelszámolás, büntető feljelentések, amit lehet, mindent megteszünk. Ez nem így működött, és ezt Magyarországon nem is tudom elfogadni, hogy így működjen. Mikor mi megpróbálunk egy kivitelező mindenben eleget tenni. Természetesen kerestük a másik oldalt is, azt ígérték, hogy majd fognak nyilatkozni nekünk. Sajnos, amíg a tüntetés tartott, addig ez nem történt meg, de megadjuk bármikor a lehetőséget a válaszadásra.